szegedi Fidesz vizsgálta volna, hogy Botka Lászlónak a Tóparti telken, a felesége nevére iratott telepjáron és a több milliós kadodán kívül van-e más olyan vagyontárgya, ami szintén nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, csak hogy a helyi baloldali többség összezárt, így végül elutasították a kezdeményezést. Vendégünk a témában Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Miközben készültem erre a beszélgetésre, így a vagyonnyilatkozat szó mellé tettem egy ilyen smiley-t, hogy ez egy kicsit azért már vicces, nem? Tehát, hogy ezt komolyan tudjuk még venni, komolyan vehetjük még, és ez most igazából mindenkire értendő, aki a parlamentben dolgozik. Komolyan, de még engedjen meg egy annyi megjegyzés, bár itt, ha jól láttam, külügyminiszter úr is elmondta, de szeretném és a Fidesz-KDNP nevében elmondani és leszögezni, hogy részvétünket szeretnénk kifejezni a manchesteri terrortámadás áldozatai családjainak, illetve a sérülteknek mielőbbi fölépülést. Visszatérve a vagyonnyilatkozatokra, azt el és azok komolyságára, mondani, ugye? És azok komolyságára, hogy a bármennyire is furcsa, de a magyar vagyonnyilatkozat tételi rendszer az egyik legszigorúbb Európában. És azt gondolom, hogy ha azt vizsgáljuk meg, hogy a vagyonnyilatkozat az alkalmas arra jelenlegi formájában, hogy egy politikus vagyoni viszonyait tükrözze, valós vagyoni viszonyait tükrözze, akkor azt tudjuk mondani, hogy ha valaki azt a szabályok szerint tölti ki, akkor abszolút alkalmas erre a feladatra. Az a helyzet, Botka László esetében ezt látjuk, hogy nem a vagyonnyilatkozat egészével vont gond, hanem avval volt gond, hogy bizonyos részek, bizonyos vagyonelemek, milliós vagyontárgyak kimaradtak a vagyonnyilatkozatból. És mi ezzel kapcsolatban tettünk föl kérdéseket, hiszen az elmúlt egy-másfél hónapban, ha jól emlékszem, összesen 4 olyan eset került napvilágra, amely azt mutatta, hogy Botka László bizonyos vagyonelemeket nem írt be a vagyonnyilatkozatába. Ugye kezdődött először is azzal, hogy több millió forintba kerülő luxus nyaralásokon vett részt. Ezt nem kell föltüntetni a vagyonnyilatkozatban, ez tény. De ugyanakkor kérdés, hogy miből futja ilyen luxus nyaralásokra, ugye ez valakinek, egy átlag magyarnak az éves bérét jelenti. Ez nagyon fontos, amit mond, én ezt nem is tudtam, tehát, hogy, mert azért ezek az utak nem kerülnek kevés pénzbe. Nem. Ezeket nem kell feltüntetni, tehát ha valaki csak erre költi a pénzét, akkor gyakorlatilag az papíron sehol nem jelentkezik. Megtakarításként. Elvileg kéne, hogy jelentkezzen, de ez sincs feltüntetve. Tehát megtakarításként ilyen összeg nincs feltüntetve Botka László vagyonnyilatkozatában. Aztán jött a következő hír, hogy a felesége, Botka László felesége, aki szintén Szegeden él, Szegeden többször látták egy 27 millió forintba kerülő Jeep-el. Azért az is egy olyan luxus autónak számít ma Magyarországon, aminek a megvásárlását nem engedheti meg mindenki magának. Ugye a Botka László vagyonnyilatkozatában ez az autó sincsen benne. Lehet, hogy a felesége vagyonnyilatkozatában benne van. A vagyonnyilatkozat tételi eljárás, amit a szegedi Fidesz megindított, ebben az eljárásban éppen arra lenne lehetőség, lett volna lehetőség, ha ugye a szegedi szocialisták nem falasztak volna Botka Lászlónak, hogy betekintsenek a családtagok vagyonnyilatkozatába is, természetesen titoktartási nyilatkozat aláírásával. Tehát azt gondolom, hogy az lett volna a célja ennek a vagyonnyilatkozat tételi eljárásnak, hogy végre tisztán lássunk, és azért kell tisztán látnunk egyébként, hiszen Botka László járja az országot egy igazságról és a fizessenek a gazdagok elnevezésű kampánnyal, és azt gondolom, hogy ha ezeket mondja egyik oldalon, akkor a másik oldalon az MSZP miniszterelnök jelöltjeként legalább az ő valós vagyoni viszonyairól tudomást kell szereznünk. Ugye itt azt úgy szól a közlemény, hogy a baloldal összezárt az eljárással kapcsolatban. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy a szegedi közgyűlésnek a jogi bizottsága tárgyalta a vagyonnyilatkozat tételi eljárást, és ott többségben vannak a szocialisták. És az ott jelenlevő szocialisták leszavazták ezt az eljárást, ezért mondjuk azt, nyilvánvalóan Botka László utasítására, hogy sajnos az a helyzet, bár volt reményünk arra, hogy Botka László nem fogja meghekkelni ezt az eljárást, hogy Botka Lászlónak most már egyértelmű, hogy takargatni valója van, és a szegedi MSZP-sek pedig falasztak ehhez. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm a lehetőséget.